Köszöntöm a Hévízi Televízió nézőit! Mai híradónkban elsőként beszámolunk arról, hogy az önkormányzat anyagi támogatásával az általános iskola bejáratának, lépcsőjének felújítása zajlik, mely már-már balesetveszélyes állapotban volt. Ezt követően felhívjuk nézőink figyelmét arra, hogy bizony házi kedvenceinket is megviseli a változékony időjárás, a meleg és a viharos időben is oda kell figyelnünk rájuk. Ellátogatunk a Deák térre is, ahol csütörtökönként a Nagyváti Néptánc Együttes műsora várja a vendégeket, hazánk tájegységeinek táncait és dalait mutatják be ezeken a napokon. Végezetül beszámolunk arról, hogy Németh Kira és zenekara adott koncertet a legutóbbi zenés nyári estéken. Tartsanak velünk! Csak egy szeget húzzám. Felújított épületben kezdhetik az idei tanévet az iskolások. Már javában folynak a munkálatok a Hévízi Általános Iskola főbejáratánál, megújul a lépcső. Az intézmény már évek óta állami fenntartásban működik, az Illyés Gyula Általános Iskola bejáratának felújításában azonban városunk önkormányzata nyújt segítséget az intézménynek. Közel 2,5 millió forintos összegből egy helyi vállalkozó, ami szintén egy közbeszerzéssel bonyolítottunk le, egy helyi vállalkozó felújítja és megcsinálja ugye a lépcsőt, ami azt gondoljuk, hogy megfelel a megfelelő normális közlekedésnek, és hát mindenképpen természetesen iskola kezdésig be kell fejezni ezt a munkát, úgyhogy örülünk annak, hogy természetesen tudjuk segíteni az iskolát. A közel 30 éve épített főbejárat előzetes vizsgálata során súlyos problémák merültek fel, így szükségessé vált már a felújítás. A lépcső alapozása és burkolata sem volt megfelelő állapotú. A közel 30 éves lépcső már néhány helyen balesetveszélyessé vált, és a mai kor követelményeinek sem felelt már meg, és ezért volt arra szükségünk, hogy ez felújításra kerüljön. Erre a felújításra már nagyon régóta vártunk, és nagyon szépen köszönjük polgármester úrnak, hogy ebben tudott segíteni, előteremtették rá az anyagi forrásokat. A munkavégzés ideje alatt az intézmény főbejáratát lezárták, így fokozott elővigyázatossággal kell közlekedni a munkavégzéssel érintett terület környékén. A tervek szerint augusztus 25-én fejezik be a főbejárat megújítását, így a tanévben már az új lépcső járhatnak az épületbe a gyerekek. A kutyákat is megviseli a mostani szélsőséges időjárás. Az idei változékony hatások következtében kiskedvencünk szervezetét is nagy mértékben befolyásolja a hirtelen jött meleg és hideg időjárás. A Karmacsi Elizabeth menedék munkatársai fontosnak tartják, hogy a nyári időszakban is biztosítsák a megfelelő védekezési formákat a kutyák számára. A meleg időjárás következtében az árnyékos terület és a fürdőzési lehetőség biztosítása az elsődleges. Ne feledkezzünk meg természetesen a megfelelő mennyiségű vízutánpótlásról sem. Érdemes odafigyelnünk, hogy ne a délutáni nagy melegben, hanem a délelőtti vagy a késő délutáni időben sétáltassuk kis kedvencünket. A hirtelen érkező vihar is nagy mértékben befolyásolhatja az egyébként jól viselkedő kutyánkat. Sokan tudják, hogy a kutyájuk mondjuk fél a viharba vagy a tűzijátéktól, mégsem zárják egy biztonságos helybe. Egy kutya nagyon meg tud ijedni, pánikba átugri a kerítést, és aztán megy. Megy, mert fél. Nem azért, mert el akar szökni, csak azért, mert fél. És sokszor van úgy, hogy nem talál haza, mert olyan messze futott, vagy a vihartól, a dörgéstől annyira megijedt, hogy már haza nem kerül saját erőből. A viharfóbia nagy számban előfordul a kutyáknál, ezt a problémát sem szabad figyelmen kívül hagyni. Mindenebb más és félelmének mértéke sem azonos, ezért a gazdája feladata a megfelelő módszert megtalálni kutyája megnyugtatására. Ez lehet akár egy biztonságot nyújtó menedék a vihar ideje alatt, vagy a figyelemelterelés a kedvenc játékával. Közös játékkal pozitív élmények társulnak a vihar emlékéhez. De egy nyugtató zene, vagy akár egy mosás elindítása is segíthet a számára félelmetes hangok elnyomásában. A főszezonban városunk egyik állandó programja a Folklore Est, melyre csütörtökönként a Deák téren várják a vendégeket. A műsort idén minden alkalommal a Nagyváti Néptánc Együttes szolgáltatja.
Az együttes idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját 1969-ben dr. Bertalan Zoltán alapította a csoportot, ami akkor még a szakközépiskola saját formációjaként működött. Mára viszont olyannyira kinőtte magát, hogy a környékről mindenhonnan érkeznek hozzájuk az utánpótlás csoportokba. Mint az egyesület művészeti vezetője elmondta, a fiatalokon kívül azonban a felnőtt korosztályt is szeretnék megszólítani. Igyekszünk a felnőtt generációnak is most már helyet adni, mert hogy a felnőtt csapat jelenleg nem működik ezt helyen, és így aztán sokan maradnak nálunk, illetve jöttek már vissza, akár családalapítás után a csapatba, akár olyat is tudhatunk most éppen a csapatba, akinek a nagyapja volt alapító tagunk. Az 50 év alatt mintegy 600 növendék fordult meg az együttesben, közülük többen is hivatásos táncosokká váltak, és a világ távolabbi pontjaira is elvitték a magyar tánc szeretetét. Varga Sára is már több mint 12 éve a táncegyüttes tagja, mint mondta, igazi baráti társaság az övék. Azon túl, hogy együtt táncolunk, nagyon jó baráti közösség is. Egy olyan közösség, amiben bátran a sikereimet, a kudarcaimat, örömöket, bánatokat megoszthatok, és ennek mindenki együtt örül, vagy mindenki próbálja a másikat megvigasztalni. Vannak kisebb összezördülések, de mindig nagyon jó, amikor aztán együtt van a csapat. A csapat igyekszik megmutatni a hévízi közönségnek is hétről hétre repertoárjuk legjavát, melyet a Kárpát-medence magyar táncai tesznek ki. Így a különféle tájegységek táncai és nótái elevenednek meg ilyenkor a színpadon. Láthattunk szűkebb hazánk területén kívül többek között erdélyi, felvidéki táncokat is, természetesen mind autentikus öltözetben. A többféle nemzetiségű közönséget is bevonták a programba. A műsor végén közös táncra invitálták őket a színpad elé. Megtartották a zenés nyári esték augusztusi első koncertjét is. Minden héten kedden más-más zenei műfaj képviselői szórakoztatják a Festetis térre érkezőket városunkban a program keretében. Hévízen mutatkozott be második alkalommal a nagyközönségnek Németh Kira Small Orchestra legújabb formációja. A zenekar ugyan hosszabb múlttal rendelkezik, a most fellépő összeállításban viszont a trió két hete debütált Balatongyörökön. Németh Kira és a billentyűs Pingicer Szilárd már hosszú évek óta zenélnek együtt, nálunk is koncerteztek már közösen. Kovács Máté, a zenekar legújabb tagja, egy új stílust hozott a formáció életébe. Ha nagyon-nagyon szeretnénk kategorizálni, akkor azt hiszem, hogy maradhatunk a jazz kifejezésnél, vagy stílusnál, de ez most egy kísérleti labor, amiben most vagyunk, és még nincs igazán koncepció, ami nem is biztos, hogy baj, de az biztos, hogy sok-sokféle stílusból csipegetünk, szemezgetünk, és rakjuk össze valamivé. A hévízi koncerten is több stílus jelent meg. A jazz hangzás mellett rock, blues és techno dallamokat is hallhatott a közönség. Németh Kira Small Orchestra műsorát nézőink is megtekinthetik jövő heti adásunkban. A zenés nyári esték augusztus 13-ai alkalmával Bella Levente szórakoztatja a Festetics térre érkezőket. Vasárnap játssza első hazai mérkőzését városunk labdarúgó csapata az NB3-as osztályban. A mérkőzés 17 órakor kezdődik a Kossuth utcai labdarúgópályán, Hévíz a Bicske együttesét fogadja. A zenés nyári esték következő alkalmával Bella Levente műsora várja a közönséget a Festetics téren, a program 19 órakor kezdődik.
Augusztus 13-án kedden a klímavészhelyzet lesz a téma. Mező János Bálint, a Greenpeace magyarországi igazgatója szól a jövőbeni problémákról, de a jelen tennivalóiról is a Szabad Egyetem következő alkalmával. Az előadásra 17 órakor várják az érdeklődőket a Városi Könyvtárban. Isten hozta a Sunsprings otthonban. Élvezze az életét, amíg lehet. Mindenünk megvan, amiről csak álmodhat. Több mint 100 klubunk. Mi hozta ide Sunspringsbe? Csak meghalni jöttem ide. Aha. Hello! Most jöttél? Igen. Azt reméltem, hogy férfi vagy. Nem sok erekció akad errefelé, köztünk szólva. Igen. Ez mi? Pompollány voltál? Anyám nagyon beteg lett, úgyhogy kiszálltam a csapatból. Talán most újra nekifuthatnál. Szeretnék indítani egy pomponklubot. Na és kinek szurkolnának? Magunknak. Lássuk, mit tudsz. Jól nyomja! Mindig is arra vágytam, hogy pomponlány legyek. Megkérdeztem a férjem. Mit válaszol? Csak a holttestemen át. Ez gyors volt? Kisé túl gyors, ha engem kérdezel. Igen. Visz lát az edzésem? Igazi verseny? Hmm? Jelentkezzünk rá, kis segítséggel menni fog. Felkérünk koreográfusnak. A legidősebb kategória 18 plusz. Mi azok vagyunk? De... 18 plusz 50. Nem fogok hazudni, sokkal keményebb lesz, mint gondoltam. Ha sokat ugrálok, elszédülök. Nekem műtérdem van. Mondtam már, hogy klamídiám van? Igen, mondtad, sok egyéb más sokkoló információval együtt. És te hogy vagy, Marta? Jó vagyok. Egészséges, mint a mag. Miért nem mondtad el? Haldoklom. Tegnap még haldokoltál. És jövő héten is haldokolni fogsz. De a kettő között szanaszét táncolod magad. Kegyetlenül le fogjátok égetni magatokat! Én feladom. Mi mind annyira aggódunk, hogy mit fognak rólunk mások gondolni. Pedig csak is az számít. Mi mit gondolunk magunkról? Lábterést! Kapd be a legyet! Mindig szerettem volna pomponlánnyal járni. Tudom, hogy féltek. Én is félek. De ha valakivel kimerek odaállni, azok ti vagytok. Pompon Klub. Nem volt egy nagymamám sem. Most meg hirtelen 8 is van. Egy vagy közülünk. Csak neked feljebb van a cicid. Hamarosan a mozikban. Thank you.
Magyarországon a gyermek az első. Családot terveztek? Vagy talán már gyermeketek is van? Van egy jó hírünk! Július 1-től már elérhetőek a Családvédelmi Akcióterv támogatásai, amelyek széleskörű segítséget nyújtanak a családalapításhoz és a gyermekneveléshez. Gondolunk azokra, akik babát várnak, akik költöznének, akik nagyobbra cserélnék régi autójukat, és azokra is, akik még a jelzálog kölcsönüket fizetik. Mert abban mindannyian egyetértünk. A gyermek az első. Részletek és az igénylés feltételei a család.hu. Lengyel testvérvárosunknál Újcsiki Dolnéban vendégszerepelt nemrégiben a Hévízit tiszta forrás dalkör a helyi kárpátaljai turisztikai vásáron. Televíziónk is elkísérte a csoportot, így magazinműsorunk kezdetén az ott eltöltött 3 napról és a településről láthatnak összeállítást. Ezt követően Talentum pódium rovatunk ismétlésében Balázs Ádám zenél nekünk. Elkezdődött a bajnoki szezonvárosunk NB3-as labdarúgó csapatának is, ennek kapcsán a Hévízi szakosztály vezetőjével beszélgettünk, végezetül ezt a beszélgetést tekinthetik meg nézőink. További tartalmas időtöltést kívánok! Lengyelországba indult útnak a Hévízi tiszta forrás dalkör, hogy ottani testvérvárosunk Újcsiki Dolna meghívására fellépjen az úgynevezett kárpátaljai turisztikai rendezvényükön. Még mielőtt azonban testvértelepülésünkre megérkeztünk volna, Kassán volt utunk első megállója, ahol egy helyi magyar idegenvezető kalauzolt el bennünket a belvárosban. Kassa Szlovákia második legnagyobb városa, az egykori Abaúj-Torna vármegye székhelye, ma is katolikus és evangélikus székhely. Kassa legtöbb műemléke a főutcán található, csak nem mindegyiknek magyar vonatkozása is van. Kassa déli kapujánál egy föld alatti múzeumot láthattunk, majd tovább haladva azt az emlékművet is megtekintettük, melynél Kassaváros címerének alakulását követhettük nyomon. Majd a főutca legékesebb pontjához értünk, mely kétség kívül az Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére emelt Szent Erzsébet dóm, és a mellette fekvő Szent Mihály kápolna, ahol a csoport dalra is fakadt. A Székesegyház és a színház között található a látványos zenélő szökőkút, mely 1986-ban épült, és esténként fényjáték kíséri a harangjátékot. De a főutcán helyezkedik el a Lőcsei ház is, a város egyik legrégebbi épülete, a valamikori leghíresebb kávézó és az 1780-ban épült történelmi városháza épülete is. Valóban a magyar történelem, a magyar kultúra, a Kárpát-medencei összetartozás, sok-sok momentuma van ennek a városnak a történelmében. Sajnos tragikus események is, ahogy említettük, ugye, hogy a kassai kormányprogram itt fogalmazódott meg, ahol a németeket és a magyarokat hontalanná tették, mert elvették az állampolgárságukat. Én nekem 3 éves voltam akkor, szintén háborús bűnösként szerepeltem, és ezek megdöbbentők, és nyilvánvaló, hogy város vezetése úgy szokta emlegetni, hogy multikulturális város. Minden város multikulturális már Európában, inkább multietnikus, mert valamikor a középkorban a németek domináltak, a 18-19-20. Században a magyarok, és sajnos a németek és a magyarok
lassan eltűnőben vannak, mert ugye a város lakosságának 2,7%-a, vagyis 6350 polgár jelentkezett magyar nemzetiségűnek, és 8500 pedig magyar anyanyelvűnek. Kassa meglátogatása után aztán valóban Lengyelországba vezetett utunk, ahol másnap reggel a környék nevezetességeit tekintettük meg. Uscsiki Dolne Dél-Kelet-Lengyelországban közel az ukrán határhoz helyezkedik el, a kárpátaljai vajdasághoz tartozik, ezen belül Bieszcsádi járás székhelye. Ideiglenesen a Szovjetunióhoz került 1944 után, majd 1951-ben egy határrendezést követően került vissza Lengyelországhoz. A Kárpátok dombjai, a Besszádok, vagyis a Bieszcsádi hegység övezi, ehhez kapcsolódik az ottani kikapcsolódási lehetőségek tárháza is, melyet elsősorban a hegyi és az agroturizmus jellemez. Uscsiki Dolnétól néhány kilométerre fekszik egy népszerű kirándulóhely, a Szolina víztározó, ahova különböző attrakciókat építettek ki a látogatóknak. Itt is, mint a környéken főként, a belföldi turizmus jellemző, így valóban lengyel kirándulókkal volt tele ez a hely is. A Szolina a Szám folyón helyezkedik el, és Lengyelország legnagyobb víztározója. A mesterséges tó az ország legmagasabb gátjával várja a nézelődőket, illetve hajózásra, vízibiciklizésre is lehetőséget nyújt. Szolina powstała w latach 70-tych, zapora w Solinie powstała w latach 70-tych, dlatego że tutaj były wioski, które zostały zatopione. A komplexumot az 1970-es években építették, elsősorban a medréből gyakran kilépő folyót szerették volna kordába tartani, hiszen problémákat okozott a környező falvakban. Maga az erőmű és a zsilip éveken át épült, ma már pedig turisztikai jelentősége is van. De innen vezetik be a vizet például Uscsiki Dolnéba is. Főként belföldi vendégek érkeznek ide, Lengyelország minden pontjáról, de egyre több külföldi is felfedezi a látnivalókat. Ez jellemző az egész Bieszcsád hegység turista forgalmára is. Természetesen nem csak a környék, de Uscsiki Dolna települései szolgál látnivalókkal. Mivel a lengyelek köztudottan vallásosak, így ebben a kisvárosban is számos templomot láthatunk. A legrégebbi és a legnagyobb a főutcán található római katolikus templom, de a dolgos Szent Józsefről elnevezett, modernebb kivitelű templom is egy monumentális épület a településen. Ezen kívül a görög-katolikus vallásgyakorlók száma is jelentős, így nekik is van templomuk a belvárosban. A hegyi turizmushoz kapcsolódva nem csak kerékpáros, illetve télen sítúrákat szerveznek az ide látogatóknak, de az úgynevezett drezina, hajtós jármű is nagyon népszerű. A sinekre épített szerkezettel 20 kilométeren át ismerhetjük meg a környező dombokat. Ami pedig a környéken járva és a városban sétálva is szembetűnő, hogy a helyiek nagyon igényesek környezetükre, rendezett, virágos kertek és terek várják az ideérkezőket. Fontos szerepet tölt be a sport, a mozgás is az itt élő emberek életében, így az iskolák udvarán is modern sportpályák helyezkednek el. Legnagyobb nyilvános közösségi parkjukban is van sportolási és mozgási lehetőség, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. De aki a természet közelségét részesíti előnyben, neki is csak pár métert kell megtennie, és már is a domboldal fáinak árnyékában, vagy a patakparton találja magát. Ott jártunkkor természetesen a hangsúly a főtéren volt, ahol az úgynevezett kárpátaljai turisztikai vásár programjai várták a vendégeket. Ezen a programon lépett színpadra a Hévízi Tiszta Forrás dalkör, de számos egyéb táncos és zenés egyesület is, akik mind a település meghívására érkeztek. Találkoztunk így többek között ukrán és szlovák fellépőkkel is, akik mind jó hangulatot varázsoltak a rendezvény helyszínére. W 2000 roku powstał mały jarmark,
turisztikai. Ez a fesztivál városunk egyik legjelentősebb programja, 2000-ben indult útjára, akkor még kisebb méreteket öltött. Ma már azért nevezzük Kárpátaljai Vásárnak, mert fő célunk vele, hogy a vendégfellépők által a Kárpát-medence közös egyetemes kultúráját népszerűsítsük, és megismerhessük más népek táncait, hagyományait. Ezért hívtunk szlovák, ukrán és magyar fellépőcsoportokat is, és nagyon örülünk, hogy elfogadták a meghívásunkat. Célunk mind kulturális, mind pedig turisztikai vonalon még szorosabban összekapcsolódni ezekkel az országokkal, akiket mind a barátainknak tartunk. Így nagyon boldogok vagyunk, hogy Hévíz is itt van. Nagyon fontos számunkra ez a kapcsolat, és felnézünk az önök turisztikai központjára. Nagyon fontos nekünk ez a testvérvárosi kapcsolat. A színpadi programok mellett megismerhettük a környék látnivalóit is egy mini kiállítás keretein belül, illetve a település testvérvárosairól is itt helyeztek el információkat. Mint a plakátokról is megtudtuk, bizony számos látnivalót rejtenek a környező hegyek, melyek felfedezésére nem elég egy-két napot eltölteni itt. 5 domb övezi a várost, ezeket nevezik a helyiek Uscsiki koronának. Ezek a hegyek a történelem számos mementóját őrizték meg a látogatóknak, melyeket különböző vezetett túrákon ismerhetünk meg. Kérdésünkre a település polgármestere elmondta, mindannyiunk öröksége mindaz, ami ebben a pár napban ezen a fesztiválon megelevenedik. Magyarország is ehhez a nagy családhoz tartozik, így természetes volt az invitálás, melynek örül, hogy eleget tett Hévíz. Városunkon kívül egyébként Zamárdi is testvérvárosa Uscsiki Dolnénak, tehát a magyar kapcsolatok ápolása kiemelten fontos számukra. Mi ezt valljuk, és nagyon komolyan is gondoljuk. Tavaly voltunk Hévízen, és bemutattuk a lengyel konyha egyik jellegzetességét. Akkor is nagyon jól éreztük magunkat, de nálunk is járt már az önök polgármestere, és lecsót főzött nekünk. Tehát ez egy élő kapcsolat, mely reméljük a jövőben minden téren még szorosabb tud lenni. Ezeken a kisebb projekteken és találkozásokon kívül egyéb terveink is vannak. Szeretnénk a turizmus területén is összedolgozni, adott esetben vendégkört cserélni és népszerűsíteni egymás régióját. A polgármester hozzátette még, a Lengyel Bányászati Egyetemmel együttműködve szeretnék felkutatni, van-e termálforrás a településen, adott esetben ők is kihasználnák a gyógyvizes turizmus adta lehetőségeket. A Tiszta Forrás dalkör első fellépése itt a főtéren felállított színpadon volt. Mint az egyesület elnöke elmondta, megtiszteltetésnek vették Uscsiki Dolna meghívását és nagy örömmel készültek. A fesztivál egyik napján körülbelül 30, míg másnap egy 50 perces műsorral örvendeztették meg a közönséget. Az, hogy végül is ide kijöhettünk, az egy örömteli dolog volt, de az előzte meg, hogy nálunk, illetve a Hévízen vendégszerepeltek az Uscsiki Dolnai művészeti csoportok, polgármesterrel, a művészeti intézet vezetőjével, és ott találkoztunk. És mi akkor ugyan nem szerepeltünk, de mint népdalkör azt mondták, hogy szeretnének meghívni bennünket. Hoztunk szórólapot, hogy minél többen ismerjék, mivel ez egy turisztikai vásár tulajdonképpen, ami itt 3 napos, és külön asztalt kaptunk, ahol ezeket a lapokat elhelyezhettük. Vittek bennünket a városba, elhoztuk az olyan pólónkat, amin szintén szerepelt, hogy Hévíz, és ezt végigvittük Dolnén, és próbálunk minél több ismerős szerezni, vagy felkelteni az érdeklődést a városunk szembe. Találkoztunk már napközben is lengyelekkel, és mint a testvérek, tehát nagyon barátságosak, és nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Csere bogár, meg a cseresni, barna megint ne szeresd a menyecski, a menyecske hízeleg az urának, hát a mögött szeretőt tart magának.
a magyar tájegység dalait hoztuk, de legtöbb a zalai. Hát 25 ezer népdalt gyűjtöttek össze, tehát nagyon sokból lehetne meríteni. De most direkt olyanokat válogatunk, ami Hévízhez, a Balatonról szól, vagy tehát olyan tehát vidám, pattogós dalokat hoztunk, mivel nem értik a nyelvünket, legalább a dallamot. Egy meglepetés dallal is készültünk, megtanultunk egy lengyel népdalt, amit a végén lengyelül fogunk elénekelni. Mint az egyesület elnöke elmondta, közösségépítésnek sem utolsó számukra ez az utazás, hiszen baráti társaság az övék, így a közös élmények még inkább összekovácsolják őket. Hozzátette, nagy szeretettel várnak új tagokat is, így aki csatlakozna hozzájuk, ne habozzom. Vasárnap felvonulást szerveztek a délelőtti órákban, melyre a 3 nap alatt fellépő egyesületeket kérték fel. A színes kavalkád célja az örömzenélés, a különböző nemzetek közösségeinek összekovácsolása volt. A menet végállomása a már korábban említett közösségi tér volt, ahol a fesztivál utolsó napjának programjai zajlottak, népszerűsítve és megtöltve élettel ezt a helyszínt is. Aznap este itt adott műsort a Hévízi Dalkör is. A műsorunkat próbáltuk színesebbé tenni citera kísérettel, 2 régebbi tagunknak a segítségével. Ezen a 2 napon mindösszesen 90 körüli dal hangzott el, ami azért egy elég jelentős szám. Úgyhogy hát azért volt felkészülési időnk és lehetőségünk erre a 2 napos fellépésre. Ez kicsit szokatlan így a népdalkörtől. Ekkora fesztiválon én legalábbis nem voltam még velük, ugye szűk egy éve vagyok velük, úgyhogy ez volt ideig a legnagyobb rendezvény, amin részt vettünk. Sej rabot fai, bimben dombos határban, úgy elfáradt karom az aratásban, úgy elfáradt, nem bírom felemelni, sej nem bírom a babámat megölelni. Én nagyon szeretek énekelni, és ez értet engemet. Nekem egy ünnep, amikor hétfőn járok próbára, mert délelőtt hozzák a 3 éves kis unokámat, és este meg mehetek próbára, és nagyon szeretem a csapatot, mert járunk
versenyekre, úgyhogy én jóban rosszban úgy érzem, hogy együtt vagyunk, és hát én szeretek, úgyhogy éltet engemet az éneklés. Hazautazásunk előtti estén a város polgármestere még egyszer személyesen is megköszönte Hévíz részvételét a programon. A Tiszta Forrás dalkör pedig egy dallal fejezte ki, mennyire hálásak a meghívásért és az Úscsiki Dolnéban eltöltött napokért. Kívánok, tisztelettel köszöntöm a nézőket. Futballról lesz szó a következő percekben, méghozzá a Hévíz SK felnőtt futballcsapatáról, amely ezt a szezont ismét az MB3-as bajnokságban kezdi. Damina László vezetőedző ül itt velem szemben, ő a vendég. Tisztelettel köszöntelek, örülök, hogy megtiszteltél és itt vagy. Egy nagyon picit ugorjunk vissza
De csak odáig az időben, hogy a Hévíz tavaly, vagy pontosabban az előző szezonban toronymagasan megnyerte a megyei első osztályú bajnokságot, vívott egy osztályozó mérkőzést, és ugyan ott a pályán két döntetlennel gyakorlatilag nem jutott tovább egy idegenbeli góllal az ellenfél, szerezte meg egyeneságon az indulás jogát, viszont mint a legjobb megyei első osztályú bajnok, és mint a legjobb nem följutó az MLS föltöltési listája alapján az MB3-ban kezdheti a csapat a bajnokságot, sőt már el is kezdődött, egy fordulón túl vagyunk. Milyen volt a nyár, hogyan készültetek, mi történt a nyáron az immáron MB3-as csapat keretében? Az első feladatunk a játékos keret kialakítás volt. Át kellett vizsgálnunk, hogy kik azok a játékosok, akik a labdarúgó csapatunkba folytatják a pályafutásokat MB3-as szinten a következő bajnokságban, és akkor ehhez illesztendően a meglévő keretnek a megtudása után a posztokra való játékos igazolás volt a következő feladatunk, majd a lekötött edzőmérkőzéseink és edzéseinken keresztül készültünk fel az NB3-as bajnoki mérkőzéseinkre. Egész lendületes, dinamikus edzőmérkőzések voltak, és azután többször olvastam a nyilatkozatodat, hogy a felkészülés a szakasznak megfelelőnek minősítetted, és úgy tűnt, hogy a játékosok akaratával, hozzáállásával abszolút nem volt probléma. Hát mindig különbség van a felkészülés alatti edzőmérkőzések és a bajnoki mérkőzések közötti mentális állapottal, valamint a felkészülési időszakban sokat gratuláltak az eredményeinkhez, de mindig óvatosan azt mondtam, hogy gyakorlatilag megyei első osztályi csapatok ellen vívtunk mérkőzéseket, egy kivétellel a Csáktornyát nem sorolhatjuk ide, aki egy másodosztályú nemzetközi csapatnak mondható és egy teljesen más játék előtt képviselt, így az eredményeink teljesen félrevezethetőek is voltak, becsapóak, gyakorlatilag egy értékelhető mérkőzésünk volt az a Csáktornyai. Mi a célkitűzés ebben az MB3-as bajnokságban? És egy picit szeretném, mert van rá időnk, és talán fontos, hogyha ennek a filozófiai hátterét, a csapat összetétel filozófiai hátterét is megvilágítanád. Szemmel látható és jól érzékelhető, hogy továbbra is nagyon fiatal a keret, tehát fiatal játékosokkal dolgozol, és hogy a többség vagy hévízi, vagy Hévízről indult és visszaigazol, de mindenféleképpen a városhoz, a térséghez kötődő játékos. Ez tudatos? Abszolút, tehát ez másképp nem működik szerintem. A csapat kohéziós erejének felépítésében az fontos szerepet játszik, hogy kötődő játékosokat próbálunk a felnőtt csapatban hosszabb távon beépíteni a jövőt illetőleg. Az átigazolásokkal kapcsolatosan is azt tudom mondani, hogy 6 játékost igazoltunk a nyáron is, ebből 2 játékos az utánpótlásunk játékrendszerében ismert nevelkedett nálunk, és innen mentek el akadémiákra is tértek haza-vissza most a felnőtt labdarúgásban, 2 is vannak így, a másik 4 játékosból is van 2 játékos, akinek kötődése van hozzánk, és a megyéhez meg mindenkinek kötődése van, tehát nem csak a Hévízi labdarúgó csapatához kell kötődőnek lenni, hanem a környezetünkhöz is, ha nem is szűken, de szorosan csatlakozni a keret játékosnak. Volt egyszer, kétszer is talán, vagy háromszor, szóval többször izgalmas megfogalmazásod, hogy itt nem csak a futball, meg nem csak az eredmény, meg nem csak a csapat fontos, hanem hogy embert, vagy hogyha tetszik, akkor focistából labdarúgót, vagy játékost is szeretnétek nevelni a klubnál. Hát ezt a filozófiát nagyon fontosnak tartjuk, bár biztos furcsának hangzik, hogy ez egy milyen filozófia. Az emberek sokkal jobban kíváncsiak egy olyan filozófiára, ami másképp megfogható. Ahogy megyünk időben előre, és én is tapasztaltabb edzőként mondhatom magam, hisz 24 éve dolgozom a labdarúgásban közvetve Hévízen. Számos tapasztalattal gyarapodtunk, de egyre jobban felértékelődik szerintem ez a fajta filozófia is, ami az elmúlt egy évben jól működött. Amit kipróbáltunk, már több egyszer is annak jól kell működnie idén is, és az igazolásaink is mindenképp úgy voltak, hogy ha egy játékost igazoltunk, akkor nem úgy igazoltuk le, hogy papíron leigazoltuk, nem is ismertük, hanem megismerkedtünk vele, vagy pedig én magam ismertem, hiszen az elmondtam, hogy volt utánpótlás játékosaink is vannak, ezért fontos ez is. Valamint akit nem ismertem, az pedig egy vagy két hétig figyeltem és megismertem őket. Ez a keret ugyanolyan erős e tekintetben, mint a tavalyi. Az edzők általában utálni szokták az olyan típusú kérdéseket, hogy és mi a cél, és mire lehet jó ez a csapat ebben a bajnokságban, de így, hogy most a bajnoki rajtnál vagyunk, hadd tegyen föl neked ezt a kérdést. Hova pozícionálod te a csapatot, mire lehet képes, mire számítsanak a szurkolók? Hát nem az a fontos, hogy utálják vagy nem utálják, erre választ kell adni mindenkinek szerintem. Mindenképpen a játékos keretünk kialakítása után a célt úgy fogalmaztuk meg, hogy a biztos bennmaradása a felnőtt csapatnak a
a következő egyesztendőben a célja. Emellé aztán lehet alcélokat is illeszteni, hiszen a csapatnak az átlag életkora 20,4 tized ebben az évben az egész keretre vonatkozik, és lehet, hogy a kezdő csapat ennél majd még fiatalabb is lehet egy adott hétvégén. Az elmúlt hétvégén is egy nagyon fiatal kerettel mentünk neki a bajnoki mérkőzésnek. Az igaz, hogy azt kimondani, hogy a biztos bennmaradás az nem biztos, hogy nagyon célszerű, de egy célt meg kell határozni, ez egy biztos cél. Ettől függetlenül természetesen mindig adott időszakos célok is vannak, mondhatnánk ezt egy fél évre, mondhatjuk hónapra, vagy pedig egy adott bajnoki mérkőzésre. Soha ne adjuk fel, filozófia fog működni a csapaton belül, remélhetőleg a következő hétvégétől, ezt építettem, és ebben mindenképp annak a célnak meg kell valósulni, hogy ez a csapat bennmaradjon. Az alcél pedig az, hogy a fiatal játékosok tapasztaljanak, és ha minden hétvégén tapasztalatban tudnak gyarapodni, akkor igenis, ha ez a cél megvalósul, akkor egy következő esztendőben esetleg sokkal tapasztaltabban egy újabb célt lehet majd megfogalmazni. Érdemli történt? Aki csak olvasta az eredményt, az akár meg is lepődhetett ezen a 7-0-ás hazai sikeren. Tegyük hozzá, az Érd valószínűleg a bajnoki címért hajt és a följutást tervezi, ugye az előző szezonban a második helyen végeztek, tehát ez egy bivajerős csapat otthonában kellett újoncként elkezdeni ezt a bajnokságot. Hát megtapasztalták az eddig felnőtt szinten nem játszó játékosaim, hogy hogy néz ki egy olyan felnőtt labdarúgó mérkőzés, egy felnőtt labdarúgó játékos, aki első osztályban, másodosztályban, harmadosztályban 5-6-8 éven keresztül már labdarúgott, és igazán a tapasztalatot felviszi a mérkőzésre. Ezzel szemben a játékosaimat nem tudnám bántani azért, hogy ez a mérkőzés így alakult. Ettől függetlenül, mint ahogy fogalmaztak többen is különböző területeken, én is szégyellem magam, és szégyentelesnek tartom azt, hogy 7-0-ra kikaptunk, mert itt nincs mellé beszélni semmit, szerintem ezt megmagyarázni nem lehet. Ha hosszas sok fejtésébe bonyolódnék, akkor még jobban rosszul néznek ki ez a történet szerintem. Mindannyiunkat még érintett negatívan ez, hogy 7 gólt kaptunk. Ennek különböző okai voltak, ezeket a játékosokkal átbeszéltem az első edzésen, a videóelemzés alapján. Megnéztem, hogy egyénileg csoportban ki hogy teljesített, és mik azok a javítani valók, amik hát soha többet nem fordulhatnak elő felnőtt szinten sem, mert van egy ilyen része ennek is, amit javítani kell. Van egy másik része, amit majd hétről hétre tapasztal a gyűjtés területén és az edzés módszereken keresztül tudjuk majd fejleszteni. Egy első mérkőzés volt, ami tényleg nagyon rosszul sikerült, ilyen többet nem fordulhat elő velünk. A játékosokat is milyen érintette, rettentően fiatalok. A mai fiatalt az jellemző, hogy nagyon magabiztos, amikor nincs ellenfél az életben, sem a pályán kívül. Amikor megjelenik az ellenfél, akkor másképp kezdenek el viselkedni. Nagyon sokat kell mentálisan, pszichésen törődnöm, foglalkoznom velük, tegnap el is kezdtem már egyénileg is. Kivettem őket a csapatból, és felpróbálom készíteni őket arra, hogy attól, mert ők fiatalok, attól nem kell még az ellenfélre úgy föltekinteni, hogy hú, most megijedünk tőlük, mert egy tapasztalt emberrel vagyok szemben. Ott a pályán mindenki egy és ugyanaz, az ellenfél más színű mezben van. Remélhetőleg ezt a pszichés problémát, amit magunkkal hordoztunk ezen a mérkőzésen a harmadik kapott gól után, azt soha többet nem fogjuk megismételni. Az most jó, hogyha jól emlékszem a sorsolásra, akkor két egymást követő hazai mérkőzés következik, tehát hogy itthon játszanak a fiúk hazai környezetben. Nyilván várhatóan elég sok néző előtt, ez jelenthet plusz motivációt akár? Hát mindenképpen nekik alapból van egy nagyon alapos plusz motivációk, ez az elmúlt heti fiaskót mindenképpen el kell felettetni magunkkal. Visszahozni pontokat soha nem lehet, jó magam nem értek egyet az, hogy elvesztett pontokat vissza lehet hozni, mert ezt jóvárni nem szokták, tehát is igazából az elment. A hazai környezet azt, hogy hogy hat rájuk, azt előre most nem tudom. Azt tudom, hogy volt egy 1000 nézős mérkőzésünk, akkor az hatott rájuk valahogyan. Pozitívan fog hatni rájuk mindenképpen, és külön kérésem lesz hozzájuk, hogyha mint első mérkőzés sokan lesznek kíváncsiak, a nézőközönséget meg is kell tudni tartani. Az a dinamika, az a sebesség, az a felfogás, az akarat, ami minket korábban jelzett, ha visszajön a hétvégén, akkor a közönséget is meg fogjuk tudni tartani. Nem hiszem, hogy problémája lesz a csapatomnak azzal, hogy sokan nézik meg őket, inkább azt mondom, hogy pozitívan fog rájuk hatni. Akkor jövő nyár elejéig legyen az az általános jelszó, hogy hajrá Hévíz, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen a lehetőséget én is. Önöknek pedig a figyelmet, minden jót, viszontlátásra.
Köszöntöm a Hévízi Televízió nézőit! Mai híradónkban elsőként beszámolunk arról, hogy az önkormányzat anyagi támogatásával az általános iskola bejáratának, lépcsőjének felújítása zajlik, mely már-már balesetveszélyes állapotban volt. Ezt követően felhívjuk nézőink figyelmét arra, hogy bizony házi kedvenceinket is megviseli a változékony időjárás, a meleg és a viharos időben is oda kell figyelnünk rájuk. Ellátogatunk a Deák térre is, ahol csütörtökönként a Nagyváti Néptánc Együttes műsora várja a vendégeket, hazánk tájegységeinek táncait és dalait mutatják be ezeken a napokon. Végezetül beszámolunk arról, hogy Német Kíra és zenekara adott koncertet a legutóbbi zenés nyári estéken. Tartsanak velünk! Csak egy szeget húzzám. Egy perc. Felújított épületben kezdhetik az idei tanévet az iskolások. Már javában folynak a munkálatok a Hévízi Általános Iskola főbejáratánál, megújul a lépcső. Az intézmény már évek óta állami fenntartásban működik, az Illyés Gyula Általános Iskola bejáratának felújításában azonban városunk önkormányzata nyújt segítséget az intézménynek. Közel 2,5 millió forintos összegből egy helyi vállalkozó, ami szintén egy közbeszerzéssel bonyolítottunk le, egy helyi vállalkozó felújítja és megcsinálja ugye a lépcsőt, ami azt gondoljuk, hogy megfelel a megfelelő normális közlekedésnek, és hát mindenképpen természetesen iskola kezdésig be kell fejezni ezt a munkát, úgyhogy örülünk annak, hogy természetesen tudjuk segíteni az iskolát. A közel 30 éve épített főbejárat előzetes vizsgálata során súlyos problémák merültek fel, így szükségessé vált már a felújítás. A lépcső alapozása és burkolata sem volt megfelelő állapotú. A közel 30 éves lépcső már néhány helyen balesetveszélyessé vált, és a mai kor követelményeinek sem felelt már meg, és ezért volt arra szükségünk, hogy ez felújításra kerüljön. Erre a felújításra már nagyon régóta vártunk, és nagyon szépen köszönjük polgármester úrnak, hogy ebben tudott segíteni, előteremtették rá az anyagi forrásokat. A munkavégzés ideje alatt az intézmény főbejáratát lezárták, így fokozott elővigyázatossággal kell közlekedni a munkavégzéssel érintett terület környékén. A tervek szerint augusztus 25-én fejezik be a főbejárat megújítását, így a tanévben már az új lépcső járhatnak az épületbe a gyerekek. A kutyákat is megviseli a mostani szélsőséges időjárás. Az idei változékony hatások következtében kis kedvencünk szervezetét is nagy mértékben befolyásolja a hirtelen jött meleg és hideg időjárás. A Karmacsi Elizabeth menedék munkatársai fontosnak tartják, hogy a nyári időszakban is biztosítsák a megfelelő védekezési formákat a kutyák számára. A meleg időjárás következtében az árnyékos terület és a fürdőzési lehetőség biztosítása az elsődleges. Ne feledkezzünk meg természetesen a megfelelő mennyiségű vízutánpótlásról sem. Érdemes odafigyelnünk, hogy ne a délutáni nagy melegben, hanem a délelőtti vagy a késő délutáni időben sétáltassuk kis kedvencünket. A hirtelen érkező vihar is nagy mértékben befolyásolhatja az egyébként jól viselkedő kutyánkat. Sokan tudják, hogy a kutyájuk mondjuk fél a viharba vagy a tűzijátéktól, mégsem zárják egy biztonságos helybe. Egy kutya nagyon meg tud ijedni, pánikba átugri a kerítést, és aztán megy, mert fél. Nem azért, mert el akar szökni, csak azért, mert fél. És sokszor van úgy, hogy nem talál haza, mert olyan messze futott, vagy a vihartól, a dörgéstől annyira megijedt, hogy már haza nem kerül saját erőből. A viharfóbia nagy számban előfordul a kutyáknál, ezt a problémát sem szabad figyelmen kívül hagyni. Mindenebb más és félelmének mértéke sem azonos, ezért a gazdája feladata a megfelelő módszert megtalálni kutyája megnyugtatására. Ez lehet akár egy biztonságot nyújtó menedék a vihar ideje alatt, vagy a figyelemelterelés a kedvenc játékával. Közös játékkal pozitív élmények társulnak a vihar emlékéhez. De egy nyugtató zene, vagy akár egy mosás elindítása is segíthet a számára félelmetes hangok elnyomásában. A főszezonban városunk egyik állandó programja a Folklore Est, melyre csütörtökönként a Deák téren várják a vendégeket.
A műsort idén minden alkalommal a Nagyváti Néptánc Együttes szolgáltatja. Az együttes idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját 1969-ben dr. Bertalan Zoltán alapította a csoportot, ami akkor még a szakközépiskola saját formációjaként működött. Mára viszont olyannyira kinőtte magát, hogy a környékről mindenhonnan érkeznek hozzájuk az utánpótlás csoportokba. Mint az egyesület művészeti vezetője elmondta, a fiatalokon kívül azonban a felnőtt korosztályt is szeretnék megszólítani. Igyekszünk a felnőtt generációnak is most már helyet adni, mert hogy a felnőtt csapat jelenleg nem működik ezt helyen, és így aztán sokan maradnak nálunk, illetve jöttek már vissza, akár családalapítás után a csapatba, akár olyat is tudhatunk most éppen a csapatba, akinek a nagyapja volt alapító tagunk. Az 50 év alatt mintegy 600 növendék fordult meg az együttesben, közülük többen is hivatásos táncosokká váltak, és a világ távolabbi pontjaira is elvitték a magyar tánc szeretetét. Varga Sára is már több mint 12 éve a táncegyüttes tagja, mint mondta, igazi baráti társaság az övék. Azon túl, hogy együtt táncolunk, nagyon jó baráti közösség is. Egy olyan közösség, amiben bátran a sikereimet, a kudarcaimat, örömöket, bánatokat megoszthatok, és ennek mindenki együtt örül, vagy mindenki próbálja a másikat megvigasztalni. Vannak kisebb összezördülések, de mindig nagyon jó, amikor aztán együtt van a csapat. A csapat igyekszik megmutatni a hévízi közönségnek is hétről hétre repertoárjuk legjavát, melyet a Kárpát-medence magyar táncai tesznek ki. Így a különféle tájegységek táncai és nótái elevenednek meg ilyenkor a színpadon. Láthattunk szűkebb hazánk területén kívül többek között erdélyi, felvidéki táncokat is, természetesen mind autentikus öltözetben. A többféle nemzetiségű közönséget is bevonták a programba. A műsor végén közös táncra invitálták őket a színpad elé. Megtartották a zenés nyári esték augusztusi első koncertjét is. Minden héten kedden más-más zenei műfaj képviselői szórakoztatják a Festetis térre érkezőket városunkban a program keretében. Hévízen mutatkozott be második alkalommal a nagyközönségnek Németh Kira Small Orchestra legújabb formációja. A zenekar ugyan hosszabb múlttal rendelkezik, a most fellépő összeállításban viszont a trió két hete debütált Balatongyörökön. Németh Kira és a billentyűs Pingitzer Szilárd már hosszú évek óta zenélnek együtt, nálunk is koncerteztek már közösen. Kovács Máté, a zenekar legújabb tagja, egy új stílust hozott a formáció életébe. Ha nagyon-nagyon szeretnénk kategorizálni, akkor azt hiszem, hogy maradhatunk a jazz kifejezésnél, vagy stílusnál, de ez most egy kísérleti labor, amiben most vagyunk, és még nincs igazán koncepció, ami nem is biztos, hogy baj, de az biztos, hogy sok-sokféle stílusból csipegetünk, szemezgetünk és rakjuk össze valamivé. A hévízi koncerten is több stílus jelent meg. A jazz hangzás mellett rock, blues és techno dallamokat is hallhatott a közönség. Németh Kira Small Orchestra műsorát nézőink is megtekinthetik jövő heti adásunkban. A zenés nyári esték augusztus 13-ai alkalmával Bella Levente szórakoztatja a Festetics térre érkezőket. Vasárnap játssza első hazai mérkőzését városunk labdarúgó csapata az NB3-as osztályban. A mérkőzés 17 órakor kezdődik a Kossuth utcai labdarúgópályán, Hévíz a Bicske együttesét fogadja. A zenés nyári esték következő alkalmával Bella Levente műsora várja a közönséget a Festetics téren, a program 19 órakor kezdődik.
Augusztus 13-án kedden a klímavészhelyzet lesz a téma. Mező János Bálint, a Greenpeace magyarországi igazgatója szól a jövőbeni problémákról, de a jelen tennivalóiról is a Szabad Egyetem következő alkalmával. Az előadásra 17 órakor várják az érdeklődőket a Városi Könyvtárban. Isten hozta a Sunsprings otthonban, élvezze az életét, amíg lehet. Mindenünk megvan, amiről csak álmodhat. Több mint 100 klubunk. Mi hozta ide Sunspringsbe? Csak meghalni jöttem ide. Aha. Hello! Most jöttél? Oh, igen. Azt reméltem, hogy férfi vagy. Nem sok erekció akad errefelé, köztünk szólva. Ó, oh, igen. Ez mi? Pompollány voltál? Anyám nagyon beteg lett, úgyhogy kiszálltam a csapatból. Talán most újra nekifuthatnál. Szeretnék indítani egy pomponklubot. Na és kinek szurkolnának? Magunknak. Lássuk, mit tudsz. Hú! Jól nyomja! Mindig is arra vágytam, hogy pomponlány legyek. Megkérdeztem a férjem. Mit válaszol? Csak a holttestemen át. Ez gyors volt? Kisé túl gyors, ha engem kérdezel. Igen. Visz lát az edzésen? Igazi verseny? Hmm? Jelentkezzünk rá, kis segítséggel menni fog. Felkérünk koreográfusnak. A legidősebb kategória 18 plusz. Mi azok vagyunk? De... 18 plusz 50. Nem fogok hazudni, sokkal keményebb lesz, mint gondoltam. Ha sokat ugrálok, elszédülök. Nekem műtérdem van. Mondtam már, hogy klamídiám van? Igen, mondtad, sok egyéb más sokkoló információval együtt. És te hogy vagy, Marta? Jól vagyok. Egészséges, mint a mak. Miért nem mondtad el? Haldoklom. Tegnap még haldokoltál. És jövő héten is haldokolni fogsz, de a kettő között szanaszét táncolod magad. Kegyetlenül le fogjátok égetni magatokat! Én feladom. Mi mind annyira aggódunk, hogy mit fognak rólunk mások gondolni, pedig csak is az számít. Mi mit gondolunk magunkról? Lábterést, kapd be a legyet! Mindig szerettem volna pomponlánnyal járni. Tudom, hogy féltek. Én is félek. De ha valakivel kimerek odaállni, azok ti vagytok. Pompon Klub. Nem volt egy nagymamám sem. Most meg hirtelen 8 is van. Egy vagy közülünk. Csak neked feljebb van a cicid. Hamarosan a mozikban.